Sok szeretettel köszöntjük Önöket, nagyon szép viszonylagos a hangon. Ez a Csorba Győző megyei könyvtár rendezvénye, ugyan Pécsett nem volt könyvhét, de talán tekinthetjük ezt a könyvhét lezárásának. És ugyan ez a könyv, ez nem köteti, de azt hiszem ez... Én nekem egy utánnyomott példán jutott már, változtatás nélkül utánnyomott példán. Szóval sok szeretettel köszöntjük Recsó Krisztiánt egy új könyvvel. Azért csúsztunk egy kicsit, hogy ide érjen a könyv szerkesztője, itt meg nem látom, de talán nem. És az olvasókat, jó olvasók, kívánok is köszönjük, én sokan eljöttek, és hát akkor azért legyen csak egy könyvfeti rendezvény, ha már könyvfét van. Szóval a könyvfét elején egyeztettük Darvasi László kollégámmal, hogy mikor, hova megyünk, és megbeszéltük a vasárnapi Szegedet, és mondta nekem, hogy hát is képzeld el, én másnap Pécsre megyek. Mondtam, az jó, mert én is. És mikor lesz a rendezvény? És mondta, hogy mikor is pont egyszerre volt, és végül azt sikerült kitalálnunk, hogy az övé egy kicsit előrébb, az enyém egy kicsit hátrébb, és akkor abban reménykedünk, hogy esetleg olvasók is, hát azt ígérte, hogy lakodalmi vonatot szervez, és úgy fog ő az élen átvonulni, de hát már meglátjuk, hogy ez valóban így lesz. Ki olvasta a könyvet? Nyugodtan tegye fel a kezdet. Jézusom! Köszönöm szépen, nagyon kedvesen. Akkor itt a közönség az... Ki olvasta kétszer a könyvet? Háromszor? Senki többet? Szóval, ott tartunk, nem tudom, mutassam be az írót. Kérdezzél, mert azt úgy nem szeretem. Mikor születtél? Mikor akkor van az a szituáció, ugye, amikor elkezdik mondani, mi történt, és hogy az iskoláim, meg a díjak, és ott mindig olyan érzés, mintha már nem élnék. És ott nagyon szomorúan nézek lefelé, hogy akkor mi történik. A végre ezt a második, ugye? És akkor azt, hát amúgy ugye ez az évszámok szomorúsága, hogy három vagy négy hete, nem is tudom már. Mondom, 45. Igen, ezzel töltöttem a 45, és azon a megviselt bevallom. Tehát hogy ráhangolódtam, pedig hangolódtam, és nem sikerült ráborulni. De ennyit tudnék a koromról mondani, hogy egy kerek szám. Bocsánat, hogyha rosszul is elmondó lennék, akkor újabb kérdést tennék föl, de mi az, hogy megviselt? Jó. Én egyébként is, hát ez látszik minden könyvben, hogy folyamatosan az a kényszerem, vagy leltározzak. Leltározzam azt, hogy honnan jövök, leltározzam azt, hogy vagy nézzem, mint valami kis, mint az a rajzfilmben az a kis fókus, aki gyűjti össze a magyarokat, hogy az emlékfosztályok, valahogyan a kötődések, a történetek, azok megjelennek. Mintha attól más lenne az életünk, hogy ezek be vannak hajtogatva valahova, vagy ezeket én birtoklom. De ez egészen komolyan kényszeres nálam. Tehát azt hiszem óvodás voltam, sőt, egészen biztosan, hogy óvodás voltam, akkor a nagyapámat először faggattam arról, hogy mit tud a nagyapámról. És ő nagyon szelíden és visszafogottan azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen semmi. És azt ráolvastam, hogy mit szólna hozzá, ha én sem tudnék ő róla semmit. És ez a nagyra megtűnt, nézzék, hogy mi baj van egy gyerekek. Tehát ugye ez nem ezzel szokta kiindítani a gyerekek. És már akkor kényszeresen, tehát hogy a alsó tagozatos voltam, amikor megtudtam, hogy a nagyapám frontról itt levelé elvesztek. És letoltam érte a nagymamámat, hogy ilyen felelőtlenséget nem lehet csinálni. És úgy is éreztem akkor, hogy ez megbocsáthatatlan. Azóta tudom, hogy mit jelent költözni, és azóta már sokkal megértőbb vagyok irányukba, tehát hogy azért nem úgy van az. Ráadásul így vagyok minden mással és más emlékeivel. Így vagyok minden tárgyi emlékkel, ami a nagyszülőktől, szülőktől van, de nem érdekel, ami az enyém. Tehát tulajdonképpen ugyanazt csinálom, meg reprodukálom, amit ők. Hiszen ők azt nem érezték értékesnek, vagy olyan nagyon fontosnak. Különösen minden ez az írói ügyekkel, tehát semmilyen publikációt, semmilyen fényképet, plakátot, semmit nem veszek el.
úgy arra gondolok, hogy ha egyáltalán értékes lesz ez valaha, vagy érdekes valakinek, akkor nem kutasson. Nem? Tehát, hogy PhD, ösztöndíj, keretek, és akkor keresse meg. Tehát, hogy, hogy én rakogassam el neki. Ezt nem, nem, és akkor így aztán így hagyom ezeket, de a saját emlékekkel is, tehát nincsenek tisztességes mindig. Valahogy azoknak viszont eltállom, mert valahogy nem. Tehát most nem fontos. És ebben a világon semmi logika nincsen szerintem. Tehát, hogy ezt magamnak sem tudom megmagyarázni. Szóval akkor a Petőfi Irodalmi Múzeumnak sok feladata lesz vele. Én elég sok írót ismerek, és nagyon sok olyan írót ismerek, aki még a kritikákat is leszervezi, hogy ki mit írjon róla, sőt, még benne is szó esetben. Mikor jött el utoljára verset, Krisztián, hogy váltsunk egy kérdőt? Erre azt tudom mondani, hogy én olyan írót is ismerek, aki a saját könyvét olvassa a villamoson. És így föltartja, hogy lássuk a borító, hogy ez milyen könyv, hogy mint egy ilyen, tehát egy élő transzparensként. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a feleségem, hogy belerámadtam a könyvszakmába, mert úgy volt kényelmesebb, hogy mondjuk meg úgy is jó volt, hogy Miskolcon lakott én meg Budapesten, csak hát kicsit nagynak tűnt a távolság. Így aztán ott hagyta a színházat, és Pestre költözött, és a könyvszakmába került be, és hogy minden arról elmondja nekem, hogy mennyivel, de sokkal jobban szeretett olvasni, amit nem ismerte az írókat. Hogy egyszerűen olyan varázs volt, az valami varázslatos dolog volt, azóta sajnos tudja, hogy mit csinál, de ja, a vers. Hát itt szerintem nem kell erről sokat mondani, mert itt sokat voltunk a Kollárlacival is, meg a Rájegyszerssel is, például a Rájegyszer sem már igen, az már így volt, mert volt egy koncert és eltűnt a szervező. Ezt hallottam, hogy azért nem volt pécsi koncert, mert azon a számon előfizető nem volt kapcsolható egy idő után, de hát mondjuk ez egy közepesen ismert európai történet. Szóval az egy kicsit visszahozta a kedvemet, hogy van tere a versnek. Mert ugye folyamatosan azt gondolom, hogy a Rájegyszers azért nagyon izgalmas, mert egy új médium a versnek. A verses kötetek közepesen népszerűek, ezért nagyon lomhán szereti őket kiadni a könyvkiadó. Hát nekem az utolsó 1998-ban jelent meg, azóta egyszer mondtam a magvető igazgatójának, akkor még Marcsányi Géza volt, hogy képzeld Géza, olyan írok verseket. És akkor a Géza így elfordult, kinézett az ablakon, és az a szomorúság, ami a tekintetében volt, ez reprodukálhatatlan, hogy mennyire elkeseredett ettől. De itt egyszer csak lett egy új helyz. Tehát, hogy egyszer csak azt éreztem, hogy az elénekelt vers az pontosan úgy létezik. És a nagyszerű kaland volt, dolgoztam a Szabó Balázsával egy albumon, a több dalt is írtunk, de végül kettő került föl a lemezre, és akkor közben alakult folyamatosan a rájátszás. És ott már most úgy is működik, hogy tulajdonképpen csalunk is sokszor, mert hogy a megadott zenei alapra írt szöveget már így tulajdonképpen prozódiának nevezném, tehát hogy azok már készült dalok. De én nekem mindig nagyon imponált ez a hagyomány. A tanítóképzőn mi folyamatosan sebő dolgokat énekeltünk, az énekelt verseket, én nagyon szerettem, és annyira szép hagyomány az, hogy mondjuk a sebőjék hozzáadták a verset a népzenét, a Brodyék hozzáadták a rockot, a hobo a blues-t, Cseh Tamás, hát önmagát, és tudom, hogy mondjam. És akkor mi meg jövünk ezzel a pop-ritmussal, ami remélem, hogy nem korrodálja a szövegeket. De hogy ugye alapvetően semmi újat nem hoz, hanem ebbe a hagyományba illeszkedik bele, vagy ezt szeretné továbbírni. Mint ahogy egyébként ez a sokat emelkedett Slam Poetry és egy nagyon ismert hagyománynak a folytatása, az a költőversenyek hagyománya egyébként. A költőversenyeken pont ugyanez zajlott. Ugye van a négyszerkető keresztető ismert jelenete, hogy mikor is ahogy az anyám tudját ugye kiírta. Ugye ez az alapvető problematika, hogy tehát ezt égét, amit tudja ott, az látszik. Emiatt ugye a költőversenyek úgy zajlottak természetesen, hogy szigorúan alkalmi verset szabadott írni, hiszen ki tudta azt ellenőrizni, hogy mikor születik a vers másképpen, hanem úgy, hogy megadott szavakat kellett használni, adott fordulatokat, és hát mondjuk valami alkalmi köszöntőt kellett írni. Most ezek közül egyébként
egy csomó alkalmi verset, hogy József Attila mondjuk olyan alkalmi verseket vigyentett egy-egy ilyen baráti hecre, ami mondjuk életművet oda lehet ilyen tartani cserébe, de hát ezt elevenítik fel a fiatalok most, amikor mondjuk közéleti vagy mit tudom én milyen verseket írnak versenyben, és ott ugyanúgy pontozás van, tehát tudjuk, és akkor a végén kivitettek a nyertest, és voltam a zsűri, nagyon érdekes, egészen más tartottak jónak a fiatalok, mint a kevésbé fiatalok, de hát ez már csak ilyen. Nagyobb érzetű volt a válasz, hogy terveztem, akkor módosítok a kérdésen, mikor értem utoljára a családnak? Ennek a fölvezetésnek. És hát az most igen. Én nem akartam meg... Miért családregény? Igen. Szerintem ez egyébként, hogy mi is ez? Hát próza. Ez egy próza kötet. Most egy családregény, igen, hát vannak benne karakterek, meg emberek, baloldali történetek, és ezek bizony családban élnek ezek az emberek. Most baloldali történetek kereszteződése, ez is lehetne az alcíme, csak szerintem a kiadónak kihozott volna haja tőle. Hát ez egy marketing szöveg? Nem, én nem gondolom, hogy ez nem családregény, csak hogy nem csak az. Tehát, hogy nem az a legfontosabb benne. Hozai, egy családregény hozai könyv. Ugye egyébként van a Nádasan, igyekeztem rájátszani az alcímmel, az egy családregény végére, ami nekem nagyon nagy élményem volt. Szóval a következő történt azért alapvetően mégiscsak egy családi ügy jutotta el. A jelmezbál, nem, a mellettem elférsz megjelenése óta én nagyon sokat meséltem annak a megszületéséről, nagyon sok családi adomát, meg történetet mondtam tovább, egyre tovább, megint tovább, és akkor egyszer csak egy olyan virtuális térben találtam magam, ahol már én sem tudtam, hogy mit hazudok, meg mi az, ami igaz, meg most mit találtam én ki, meg mi az, amit még el lehetne mondani családi körben is. És ez egy kicsit kóros és veszélyes, de hát szakmai általam. És akkor ebben a légüles térben, amiben mozogtam, egyszer csak megjelent anyukám, és azt mondta, hogy talált egy mappát a nagyszülei házában. Ez az ő neki szülei. Egy vaskos mappa volt, tele régi családi iratokkal, legkülönfélő telekönyvi iratok, amik nem annyira érdekesek. De mondjuk volt zsírbeszolgáltatási papíros is, ami egészen érdekes, 1951-ben a dédmamám adta le a 2 kiló zsírt, és ezt így leigazolták neki a átadás után. De ami igazán érdekes volt, az a dédapámnak a leszerelési okirata, egy leszerelési papíros, 1919-ben szerették le a Dobertói csata után. Engem nagyon felkavart ez a papíros, nincs még rajta fénykép, tehát ugye fényképet még nem tartalmaz, ezért roppant részletesen leírják a külsőjét. Állait, bőres színe, szemöldöke színe, minden tapróra, legalább 15 jelenvonás az arcának, hogy belessen azonosítani, az tényleg ő. Egyébként nagyon meglepő, mert vörös göndörhajú szeplős volt a dédapám, akit én sohasem láttam. Azt kell mondjam, hogy ha születik egy gyerekem és vörös göndörhajú szeplős lesz, akkor sokkal megengedőbb leszek a feleségemmel, mint lettem volna ezelőtt a tókirat előtt. De azért alapvetően így is meglepő. Minden esetre, ami onnan visszanézett, az maga volt a történelem. Ez az emberről annyit tudtam én, azt mondjuk nagyon álszempontból elhallgatt ez az okirat, hogy azért szerel le 20 évesen, mert megkapult többet róla. Hazaköltözik egy falura. Hát nem kell mondanom, az egy nagyon kegyetlen világ. Nem tudta megemészteni, hogy ő nem teljes értékű ember, és nem tud úgy dolgozni, vagy ott oda tenni magát a mezőgazdasági munkába, ahogy kell. Ezért 1940-ben azt mondtam, tehát 1940-ben kiszállt a játékból, ő gyilkos lett, a dédmagamát meg ott maradt egyedül. Felnevett 3 generációt, úgyhogy ő tartott el a családokat, ment is, küzdött is. Nagyjából majdnem 2 év hiány 3 évszázadban jött. Engem még bőven kérdődött. Egyik sertegyőben a történelem távolsága, a történelemkönyv szak, Dobertó emlegetése, másik oldalon meg egy konkrét ember, aki még engem is nevelt. És a kettő között fél évnyi távolság, mint ahogy nagyjából, amikor végignéztem a család legtöbb elemébe, mindig a nők tartották. Ők voltak a tartózkodók, ők vitték, ők nem adták fel. Ők nem szálltak ki a játékból, minden generációban a férfiak jó része, vagy azért, mert hát mondjuk, ha
lelőtték a csatába, amit nem nagyon volt más esélye, mint kiszállni a játékból. Tehát nem főzőtlenül hibát megrovásként mondom ezt, hanem leíró jellekkel. De mégiscsak az történt, hogy egyszer csak ott volt, hogy a nők köré szerveződik mindig minden. És ehhez képest én folyamatosan úgy írok, akár családi, akár családnak minősített minden történeteket, hogy nem a nők köré szervezem. És akkor azt mondtam, hogy hoppa, akkor szerintem, tessék új szemléletet neki látni, és én remélem, hogy a jelmez már ennek az új szervező erőnek egy legyomata, ha lehet ezt így mondani. Igen, ez egy kérdés is lett volna, hogy mennyire lettél generálni. Nem hiszem, hogy ez ilyen szempontból érdekes, hogy megfelelni, csak azt próbáltam itt nagyon izgatottan megírni, hogy tehát nagyon szeretem. Most még egy kicsit megerősítem ezt a kérdést. Akkor, talán ezek a szövegek, ezek ebben a regényben annyival erősebbek a nők, és annyival vékonyabbak a férfiak, hogy jelentős a különbség. Korábbi. Tehát grecsoisztikus a szöveg, de ez egy személyes fordulat. Akkor ezt az indoklást, hogy mivel a nők nevelnek, ők csinálnak mindent, a férfiak csak intik a magot, mint... Én azért így talán ezt így nem mondtam, de ha ezt mondtam volna, de ez az így... Egy paraszt hiába költözik Pestre, még a gyereke is paraszt maga. Eddig ilyenkor magában fortyog, hogy akkor a te gyerekei is parasztok, mert a bátyától vannak, de nem csak semmi. Ez egy erős nő, ez egy pillanat erős nő. Korábban egy csomó mindent mondott volna együtt a korábbi grecsóiképpen. Hát lehetséges. Én csak szerettem volna Hóvárin élenni, ahogy mondja a klasszikus, tehát hogy valahogyan belebújni, és aztán az volt a nagyon érdekes, hogy nem jött el az a misztikus. Tehát hogy mondhatnám, hogy ahogy egyszer csak nő lettem, és akkor hogy történt ez író idag. És nem. Az történt, hogy észrevettem, hogyha tényleg végig gondolok annak a szereplőnek a viszonyait, és megértem a kiszolgáltatottságát, hogy működik az a kiszolgáltatottság, az emberi kiszolgáltatottság, az attól a pillanattól kezdve már nem függő. És egyszerűen csak ezeket a viszonyokat, meg aláfölé rendeltségeket éreztem meg, és attól kezdve már ezt így lehetett tovább írni. Tehát, hogy van két kedves figurám, egy testvérpár, akik még a halál után is tudnak vetekedni egymással, de nem hiszem, hogy nem függő, hogy ők, tehát hogy ők, ez így van. Egyszerűen megszerettem, meg megértettem őket, és akkor így indult tovább. Szerintem a testiséget is igyekeztem megközelíteni női oldalról, de nagyon óvatosan, de hát is így gondolom. Nem tudom, hát mondjuk a nagynéném úgy fogalmazott, hogy azért szerint ezt a könyvet nem bőjt a Csaba írta. De nem hiszem, hogy tolakodó. Mindössze ott is meg akartam érteni mondjuk egy magányos nőnek, vagy egy magányos tanárnőnek a helyzetét, akinek úgy kell élni egy közösségben, meg úgy viszonyulnak hozzá a férfiak, hogy attól meg magányos, attól minden férfi azt mondja, hogy élete és a természetesség, hogy kegy a részéről, ha törődik vele. És ugye ezt a fajta férfiúi, ezt a nyomásgyakorlást, ezt szemből nézve rettentő nyomasztónak találtam. És inkább nem is csak nyomasztónak, hanem még ijesztőnek is. Csak a nők nézik meg, mióta nem sminkel és melegítőben jár. A férfiak nem látják, neki mennek, mert a nőket nézik az utcán, azokat a nőket, akik látszanak. Amilyen ő is volt, nem is olyan régen. Mitől ilyen keserű? Én remélem, hogy nem feltétlenül azok, bár én azt szerettem volna, ha nagyon vastosan a életünk van benne ebben a könyvben. Nekem itt volt egy előadás a sorozat, ahol kortárs írók beszéltek klasszikusokról, emlékszel, itt voltunk, a Pál János mesélt a Dörösen. És na, hát akkor meg tényleg emlékszel, én nagyon jó ötlet volt. Együtt beszélgettünk, akkor is tudott, hogy nem erről ültél, igen. Ebből nem jöttem ki jól, mindegy. Én akkor nagyon jó. Móriczról meséltem, nem tudom, hogy ezt mondtam akkor, hogy nekem azért azt hihetetlenül imponál, és nagyon irigyel, hogy
minden alkalommal a kort hogyan tudja tenni meg azt a világot, akiben akkor élnek. Tehát mondjuk a kor Budapestjét én majdnem jobban el tudom képzelni tőle, mint Klumitól. Mert egyszerűen ott van egy szorongós kisoltalnok, akit kivisz a Margit-szigetre, azzal a szemben látom a Margit-szigetet, akkor ugye a Margit-sziget belépős, időkérdése szerintem, nem sokára lesz az már, és ott picit, nem akar ő semmi rosszat, csak egy picit, hogy úgy hagyja ezzel az életet, és meghív egy fiatal gyakornok lányt a kávéra. És az abban teljes Budapest benne van, hogy egy hivatalnok viselkedik egy ilyen szituációban, hogy néz ez ki, mit engedhet meg magának, mennyi pénze van, mire vágyik, sőt, mi az a tér, amiben látja, hogy mire vágyhat egyáltalán. Tehát ugye arra, hogy titokban meghívod egy nőt egy kávéra, hogy ennyire vágyik, természetesen a felesége pont akkor jár arra, mert a felesége ilyenek, hogy amikor titokban meghívnál végre a kávéra, hát az mindig jönnek. Ehhez van érzékük, de hogy... És ezt én annyira vigyeltem, hogy hogy tudja, de ezt úgy tenni oda, hát úgy tenni oda azt az életet, meg azt a világot, hogy ez, tehát ne valami szociografikus nyomasztás legyen. Akkor én gondolkodtam, hogy hogy lehetne, és nagyon sok probléma volt, meg jelenség volt a fejében. Például az előző idézethez kapcsolódva az a világ, amiben élünk mostanában, hogy a generációk úgy távolodnak el egymástól, hogy mondjuk egy adott generáció Budapestre kerül, és aztán egy egészen más világba próbálnak asszimilálódni, vagy próbálja meg annak a nyelvét, tempóját, világát felvenni. És akkor mondjuk ez különösen kis falvaknál, mondjuk ugye úgy néz ki, hogy mondjuk a húsvéti ünnepek előtt az autópálya egyik oldala van tele, amikor bemegy az ünnep, akkor a másik, és akkor utána magukra maradnak a szülők azokban az üres utcákban. És közte viszont ott az ünnep. Amikor újra megpróbálnak közös nyelvet beszélni, újra megpróbálnak egymáshoz visszatalálni, megérteni a másik értékrendjét, és megpróbálni szeretni a másikat, és nem pedig egy irritáló valakit látni a másikban. Na most ezek nagyon szép nagy lenne már, miközben banális hétköznapi apróságok. És én valami ilyesmiket akartam ebben a történetben elmesélni, legyen benne a termékben mutatott Magyarországra. Legyen benne az a világ, amit én nagymamámtól ismerek. Az ízletes rántott hússal, és páros nézéssel, és utána a masszázságy. 400.000 fontos masszázsát könnyed megtételére. Legyen ott a temetői kultúra, ami mondjuk szintén a Nikárt, tehát Pécset azért ez nem jellemző, de mondjuk kisebb helyeken ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ott maradnak egész utcák közvetlenül, ott maradnak a nők magukban, és a temetőben járás, és annak a kulisszái, és annak a megbeszélései és formái, azok az élet folyamatos részévé lesznek. Honnan veszünk mi márványt, van-e kis kerítés, mit kell csinálni és hogyan. Most ezek a világok tűnnek fel a jelmezbán lakni úgy, hogy közben a korábbi szereplők folyamatosan visszatérnek. Tehát visszatérnek az Isten hozott szereplői, visszatérnek a mellettem szereplői, tehát meg régi történetek. Reményem szerint azért nem nyomasztom csak, hanem szórakoztatom is. Krimi, mint műfaj, téged mennyire üzenet, hiszen ez egy gyilkosság, nyomozás. Ugye itt is kiderült, hogy már kétszer is elolvasta valaki, ilyen rövid idő alatt, azért hagy az emberben ingert a rejnek, nem egyszer sikerült győződjönnek, és akkor így a lelkismerő fordulás, amit mondanak, jól mindenre válasz. Na most, ha valaki, hogy én azt találtam ki, hogy ebben a történetben az olvasó lesz a nyomozó, és ő rakhatja össze a házat. Ez nem egy ügyötlet egyébként, de nincs új alap alatt, tehát most ilyen alapban most kölcsönöm. Csak olvasnék egy adott szerzőtől. Minden mindig volt már egyszer, és még lesz is. 60 fölött nem éri meglepetés az ember, ha csak nem van, ha csak az nem, hogy minden nem olyan. Ezt elégtem? Igen, ezt tudom. De ezt nem én mondom, hanem a szerető. Tehát ön ugye, ez azért nagyon szép, egy szerzőre nagyon sok mindent rá lehet olvasni, mert hogy mit gondolnak a figurái, azt ugye te nagyon jól tudod, azt nem feltétlenül ő gondolja úgy, de ezt csak zárójelben mondom, mert ez nem egészen tartozik ide, de hogy... Hol is tartottam? Krimi, így van. Hogy érdekel-e? Hát itt nagyon sok történetet a levegőbe adtam, de nem mindenre adom meg a választ.
És az az érdekes, a számomra az fontos volt, hogy ezek a rejtélyek még kivezessenek a regényből. Mert hogy azt szeretném, hogy egy olyan könyvet tegyek mellé, ami úgy lesz ennek a pár regénye, hogy teljesen más formailag, teljesen másképp néz, minden szempontból más, mégis szinte olvassa ezt, olyan, mint a fogaskerekek kapcsolódnának egymáshoz. Én nekem nagyon tetszik Szabó Magda, én nagyon szeretem Szabó Magdát, és ahogy a Szabó Magda életmű épül, az nekem hihetetlenül tetszik. Olyan az egész regény univerzum, mintha egy fa lenne, közös gyökérről, és ezek a regények úgy olvassák egymást, hogy folyamatosan lehet követni, hogy melyik hősből ki lett, hogy alakult át. Mondjuk a régi módi felül az ősz olvasva egészen más, az ókút felül megint egészen más, és akkor ezek a regények látják egymást. És akkor ott van szerintem az életmű csúcsa, a Katalin Lucca című hihetetlen nagy remekülés, tehát hogy ezek így működnek. És az enyémet én meg nem mernék a szakomakájhoz írni, hogy minthogy a foltok lennének egy pecsületben, és rárognak egymásra. És rendben, olyan foltot szeretnék, ami valamilyen módon rárógja ez bárra, és annak a krimiszerű rejtélyei, amit nem magyarázódnak meg feltétlenül itt, azok ott elmondott útjanak. De szerintem nem a gyilkosság a lényeg ebben a könyvben, mert van benne gyilkosság, viszont a legfontosabb számomra az egy ellopott női sors. Van egy olyan női figura, aki nem azt az életet éli be, ami számára adatott volna, hanem egy trükk miatt egy férfi átveri, és nem annak a férfinek az oldalára köt ki. És hogy ott az ő sorsuk hogy alakul, az még itt homályban marad ebben a könyvben, de nem kényszerűen, de szeretném ezt is kibontani. Hogy tervezted ezt a könyvet? Tehát most akkor menjünk bele rendjénes technikai dolgokba szerintem, hogyha már ilyen olvasták, akkor nyugodtan belemeltünk ilyen részletességgel is, hogy mennyire, tehát például a családfát, azt ugye te tudod, mert hogy kikivel ki, hogy... Ugye ezt akartam mondani tényleg, hogy ha valakinek ez a játék mégsem annyira imponál, sőt azt mondja, hogy az idegenében meg, hogy ezt én így csináltam, akkor írjon nyugodtan, és a Facebookon nem tudom a családfát. Tehát, hogy és akkor azt úgy lehet, tehát nincsen ezzel gond. Én gondoltam rá, hogy tegyük bele, mint a jelmezvár esetén. Most volt egy délutáni írósa találkozó, itt nem akartam mondani, hogy hol. Szentlőrincen beszélgettem az olvasókkal, és ott azt mondta az egyik olvasó, hogy ő a mellettem elfész családfáját használja, mert az is jó használható a bizonyos részlethez. Mondtam, hogy jó, hát akkor legyen így. Hogy ez működőképes, azt mondta a kiadó, hogy akkor pont ezt a bizonyos játékot, amit mondtam, hogy hogyan az orvosó rakhatja össze. Mert itt ugye én azért indultam ki ebből a formában, vagy azért találtam meg ezt a formát, mert valahogy azt képzelem, de ez szerintem így is van, hogy én így látom, hogy a család az egyetlen olyan közösségi tér, vagy színház, ha szabad ezt így mondanom szerepléssel, ahol mindenki főszereplő. És annyiféleképpen lehet elmondani a történetet, ahányan láttuk. Ugye? És ezek nagyon gyakran, biztosan átéltek már ilyet, hogy három ember megírja közösen egy eseményt, és elmesélve az három alig egyezik. Tehát mondjuk 30% egyezik a történetből, 70% majdnem teljesen más, noha ugyanazt az eseményt mondják el. Ráadásul még ugye ez a másik dolog, hogy az esemény átélve, ahogy öregszünk, mindig másik szereplőt találunk szimpatikusnak a történetben, mert mi ugye azt értjük meg, akihez korban a legközelebb vagyunk. Én erre egyébként akkor jöttem rá, amikor egy ilyen szórakoztam ilyen régi emlékekkel, nagyon szerettek végig gondolni úgy eseményeket, hogy megpróbálom a legapróbb részleteket végig gondolni. Tehát nem az, hogy mondjuk akkoriban szokás volt, hogy az utcában visszajártunk, és a szalonát sütöttünk a szomszédokkal, mint ez a rendszerváltás előtt. Történtek ilyenek, ugye ugyanezt az emberek a rendszerváltás után nem köszöntek egymásnak, de az most egy teljesen másik. És végig gondoltam, hogy nézett ez ki, de úgy tényleg nagyon alaposan. Amire a gyerekkoromból még úgy emlékeztem is, hogy néztek ki a kapuk a pályán, minden fociztak a férfiak. Kiment le hagymát lopni Árpi bácsihoz, mert ugye ezt onnan kellett. Volt otthon is hagyma, de az úgy nem volt érdekes. Hogy ültük körbe, fénynyársak voltak-e, vagy mi törtük a nyársakat, és tényleg szépen lassan, és még történetek is eszembe jutottak,
arcok, összevillanások, nevetgélések, de ugye mást jelentettek az összevillanások és az arcok, mint amit jelentettek a gyerekek. Viszont de megőrizte az agyam, és rájöttem, hogy kikinek volt a szereplő az utcában. Mert ugye most más jelentett az a mosoly, mint amit akkor jelentett. Tehát, hogy így aztán az emlékezés az egy nagyon veszélyes zóna. Tehát, hogy egyszerűen nincs meg a objektivitás. Fényképszerűen, hogy nyelv van, vagy filmeket látszik, vagy ez hogy? Ez ilyen ritkán sikerül, ez az, amit meséltem most, hogy mik a történetek is előkerültek. De szerintem ez a mindenki úgy van, hogy néha bevillan valami, meglepően élesen. Akkor az a villanás, az vagy fájdalmat okoz, vagy örömet, és azonnal igazán nagy önuralom, ha akkor is képesek vagyunk a villanásra odafigyelni, és megtartani és végig gondolni, ha a fájdalmat, nyilván a fájdalmat okozott. És az meg különösen szép, ha akkor valahogy bele tudsz túlni. És a másik, ami veszélyesebb az emlékezés játékban, meg a család emlékezés játékban, az ugye az, hogy az egésznek a felidézési rítusai, azok nem azért vannak, mint mondjuk a kocsmai anekdoták esetében. Tehát ha mesélünk egy egyetemi történetet, vagy egy középiskolai történetet, akkor az szigorúan nosztalgia, hogy a csattanóra várjuk. A családi történetben ez legtöbbször azért történik, tehát azt azért meséljük, hogy akiről beszélünk, azt felidézzük valahol. Tehát annak az alapját szeretnénk megőrizni, megvédeni, oda tenni. Emiatt a történetek nagyon könnyen hallíthatók, meg nagyon könnyen átírhatók, hiszen a célja nem az, hogy valóságot mondjuk, hanem az, hogy emlékezzünk az emberekre. És hát ezért van az, amit talán itt már meséltem, hogy amikor én írtam ezeket a regényeket, az öcsémnek mindig elmeséltem, hogy miket fogok megírni. Az öcsém egy becsületes balettművész, tehát nem ír szegény, hála az égnek. És minden alkalom, amikor elmondtam, akkor azt mondta, hogy nem is úgy történt, nem is ott volt, nem is azzal, ezt te honnan vetted, ezt nekem akkor nem így mesélte. Aztán megírtam regényt. Arra már nem emlékezett, hogy mit mesélt. Attól kezdve az a verzió volt a hivatalos a fejében, még szerencsére én emlékszem. És a fikciókat mesélte saját élményként. Hogy ő akkor hol állt mondjuk abban a történetben. És hogy milyen béna vagyok, hogy én őt nem írtam be. Hogy ő akkor jól ott volt. És akkor mondom, Zoli, hát ezt én találtam ki. Hát ez nem igaz, hogy ezt te úgy éled meg, hogy és megsértődött, mert megkérdőjeleztem az érintettségét. Pedig nem akar hazudni magának, tehát ugye nincs arról szó, hogy hazudni akarom magunknak. Egyszerűen azt a kétségbeesett vágyat érintett. Tehát azt szeretnénk, hogy akik már nincsenek köztünk, azokról legyenek. Vagy alább is én így élem, meg emlékre gyomatok, meg a ne halványuljanak. Vagy ami a számomra a legnehezebb, nem tudom, hogy vannak a hang. Tehát tudjuk emlékezni apám hangjára. Hogy apának volt egy Isten áldott tehetsége, hogy a régi családtagokat, úgyhogy mondjuk 10-20 éve nem hallhatta már hangjukat, ilyen megtöbbentő erővel tudta utánozni. Na most ennek az lett a következménye, hogy ezt mondjuk, ha megcsinálta a családba, akkor két reakció jött rá, vagy nagyon heves nevetés, hogy a nagymamám részéről ugye azonnal izakogás. Mert a hang az valami, hát az a nézé, már nem sütemény, az embernek a... Tehát, hogy valami egészen furát hoz vissza. Bár most nem vannak videók, most ez majd más lesz. Nem tudom. Ezt mondja, hogy jövök műsorban Krisztián mesélj. De menjünk vissza, hogy hogyan jöttem vissza a könyvet. Én ebből nem uszoljuk. Hát addig fogok kérdezni, hogy milyen volt együtt dolgozni Darvasi Lacival például? Nem tudom, hogy halott távolságban van-e már, mert akkor meg lehetne azt a játékot csinálni, hogy elmondod te, és elmondod ő, hogy én erre vártam. Nem hiszem, hogy ilyen, mert 4 napra turnézunk együtt, és biztosan nagyon izgatott lenne egy újabb Grecsó gyorsan találkozótól, de... Akkor tudjuk, hogy a Grecsó változó. Igen. Én sem mentem oda az övére, de biztos nagyon jó volt, hogy a... Hát a Laci... Tehát szerintem ennek a technikai részlete próbálom röviden összefoglalni, mert ilyen szerű. Érdekes, jó. Hát szerintem, hogy asztalos, sokkal izgalmasabb. De hogy a hagyom mit csinál?
Laci nagyon kegyetlen volt, és ezt a kegyetlenséget nyilván csak egy barát tudja megengedni magának. Egy ilyen munka esetén, amikor az ember benne van valamiben két évig, és nem lát ki belőle, akkor természetes, hogy nagyon sérülik. Tehát ugye az Örkény mondta, van az a híres Örkény mondat, amikor elemzi, hogy mit érez, mikor befejez egy novellát, mit érez, mikor, és a legvégén ott van, amikor befejez egy regényt, akkor, és akkor kimegyek járni a lézen, mondja Örkény. Most ezek után én leadtam a Lacinak a kéziratot, két napom a fej volt, szomszédok vagyunk, hogy menjek át, én átlibegtem azzal az érzéssel, ugye, hogy mindjárt visszahallom azt, amit én tudok, hogy remek művet alkottam, ez egy csoda. Ott ült az asztal szélén, a kinyomtatott kézirattal, várt egy kicsit, majd elkezdte vele csapkodni az asztalat, és azt mondta, hogy ilyen szart nem adhatsz ki a kezdetből. Hát, szép barátságpróba volt, két hétig nem tudtam a szövethez hozzányúlni, nagyon nehezen nyeltem le a dolgot, de valóban nem tehetett mást, hogyha azt akarta, hogy tényleg részhez tényleg. Ő egyébként úgy fogalmazott, hogy én nem bánom, hogy bohózkodsz a hülye gitárokkal a nyakadba, de akkor adjál le tisztességes kéziratokat. Erre nem szóltam semmit, mert tudom, továbbra is azt mondom, hogy ez a vers terem, de mindegy, nem bohózkodok a gitárral a nyakamban. Illetve még azt is olvastam különben erről, hogy dekonstruálom az író szerepet a gitárral. Egyébként akkor a H is dekonstruál. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de végül is nem esik rosszul. Tehát, hogy vissza a... Tehát, hogy akkor végigmentünk a szöveggel utána megbékülve. Miben változott a szöveg? Tehát most mit tudom, azt mondtam, hogy rossz mondatokat írtál, vagy a... Én például kiemelkedőnek érzem ebben a szövegben az atmoszférákat, azt a kocsma felidéző hangulatot megkérdeztem egy pesti barátomat, hogy ezek létező kocsmák-e, egy nagy kocsmajáról, és mondta, hogy hát ő már megnézi. Én mindig csak létező kocsmákkal dolgozom, tehát hogy én nagyon odafigyelek erre, hogy az rendben legyen, időt, energiát nem kívülve. De a helyszíneket tényleg így vagyok, tehát én a helyszíneket soha, tehát az mindig nagyon fontos vagyok. Ezért a múltkor mondta anyukám, hogy most már az megállította a kengergyárban szegvaron a biztonsági őr, hogy jönnek ide a gyárba állandóan kérdezés között, hogy mi hol van, hogy tartanék egy továbbképzést, hogy ő tudja mondani, hogy hol vannak. Mondtam, hogy ez egyébként mindegy, ő megölültem. Azért, mert egy csomó mindent ugye én kereszteltem át, és nem tudta, hogy az micsoda. Mondjuk halott vizeknek neveztem el a különböző könyvekben azokat a tavakat, amelyekben valóban nincs élet. Ez nagyon érdekes, hogy a Cegvár határában 3-4 tó is van a környezetében, és mind valamilyen alkalmazott ügy, tehát mondjuk az üvegházakból kifolyó forró termelvíz, ami már annyira nem forró, hogy fűtsenek vele, de mondjuk hát a halaknak nem esik feltétlenül jól. Akkor a másik mondjuk abban a kendert áztatják, és talán békák, ha megérnek benne. És akkor nagyon érdekes volt, hogy mi úgy éltünk a vizek mellett, hogy néztem a tévében, hogy horgásznak. És hogy kérdezik tőlem, hogy a vidéki fiú, hogy nem tudok horgászni. Úgy, hogy nem volt a környezetben egy olyan víz se, amivel halak is lettek volna, de amiért nem igazán adta vissza, de... A vicc kedvéért nem is megtudom. Miben változott a szöveg? Igen? Ez is sorra kerül előbb-utóbb. Nem haragszom egyáltalán. Beszéljük erről. Olyan jó anekdoták jutottak eszembe, visszaállt az összes hirtelen. Az volt a fontos, hogy négy alapszöveget hagytam meg. Az négy alap novella, vagy novella fejezet volt, és az összes többit újraírtam. Teljesen. Tehát tulajdonképpen a kötet 70%-át teljesen újraírtam, vagy lehet, hogy 80-at, és ekkor erősödött föl a regény vonal. Hiszen novellás kötetet nem lehet úgy írni, hogy előz is azt novellás kötetet űz. És akkor egyszer csak észrevettem, hogy a szereplők visszatérnek, visszaköszönnek, hogy szeretik egymást, hogy elkerüljük egymást, hogy valamilyen módon viszonyuk van egymáshoz, és akkor megőrültem azoknak a pillanatoknak, amikor van egy olyan hősöm, egy faluról elszármazott
vallás történész, aki belőben van, és nagyon komoly szakmai lesz, és soha nem. Tehát nem talál vissza a családhoz, nem érti, hogy hogy működnek, hogy mi történik velük. És akkor egyszer megy haza, nem akarom novellát így történetszálon elmesélni, de megy haza is, és egy ottani falusi asszony szemével látja a saját családját, aki mesél az ő családja, hol neki. És aztán visszafelé megírom ugyanezt, amikor egy fiatal ember, aki tanítóképzőben jár, véletlen büntetésből el kell, hogy olvassa a saját nagybátyja könyvét, aki amit azért sem nyitott volna ki, mert gyűlöli a nagybátyját, aki lenni az időben. És megérti a könyvet. És visszafelé lesz egy csoda, nem fognak találkozni ezek a generációk, de annak a szépségét én azt is olyan, úgy meg lehet élni, amikor nem megy. Akkor nem sikerül, hogy úgy elmenni egymás mellett. Az is olyan szívfájító. És azon nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek, hogy ez szép dolog, vagy azt mondani, hogy van egy pécsi szál benne, egy nő, aki itt az egyetemen tanár, az visszaköltözik, mert fölismerhetően békés családra, mert megfogadta az édesanyjának, hogy a szülőházba fog élni, és a szülőházat nem fog elérni, és ott és ő maga lehetődik, maga lehetődik, amit képes megcsinálni, és utána annak a történetét én próbáltam megírni, és ezt is, vagy hát ez volt a célom, hogy annak a gyönyörét és szépségét, hogy egy ember egyben tud maradni. Nem is szép. Az egy győzelem. Hát nem szépesség. Szerintem az egy nagyon szép győzelem. Azon egy győzött. Ha azt adom az életet, hogy ilyen meccsre játszani. Nekem legjobban a gyülekezetes részkedet. Ezzel nagyon bocsánat, az egyik gyülekezet. Bocsánat. Nekem legjobban az együttületezetes részt tetszett. Nagyon bátor vagy? Nem, hát tudod. Számomra én egy nagyon erősen katolikus családban nőttem föl, és nagyon fontos annak a tudata, hogy valahogy számomra mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen nekem a származásom a katolikusság, illetve az a szemlélet, ahogy hitt ez a nagymamám viszonyult, és ahogy látta ezáltal a világot. És ezen túl láttam nyilván azt is, hogy ki hogyan keresi kétségbe esve szektákban vagy gyülekezetekben a saját hitét, hogy sodródnak emberek, milyen megváltást remélnek attól, hogy ott ő velük foglalkoznak. És az, hogy működik, ez egy viszonylag erős motivum a regényben, ahogy ez vissza is visszatér, és van egy fiatal ember, aki, ahogy emlegetett, egy bizonyos gyülekezetben, tehát nincs megnevezve a gyülekezet, hogy melyik gyülekezet ez, egy gyülekezetben próbál helytállni, közepes eredménnyel, de azért küzd. De hát az igen. Olvassam, amit utána még szeretnék kicsit kérdezni, akkor majd még a közönségnek is egy kicsit is. Egy rövid ízelítő abból a bizonyos szálból, amelyet már emlegettem a testvérpár, akik azután is tudnak vetekedni, hogy az egyik már nem él. Egy 40-es nő, aki említettem Pécsről hazaköltözik Pécs Csavára, és otthon egyedül tévézik. A televízióban slágereket adnak, öreg felvételek a 70-es és 80-es évekről. Most valahogy jól esik ezt hallgatni. A gimnáziumban reggelek, az ifjúság, az önfelett hajnalok jönnek elő. Akkor még nem tudta, milyen kötődni valahová máshová, ahová nem csak a születés emlékével és tényével tartozik, hanem szellemileg, lelkileg és a saját egyénisége jogán is. Az utolsó felvétel valamikor a 80-as évek elején készült, Kós János egy hólapátra emlékeztető táblával lép elő a függöny mögül. A közönségben széles mosolyjal fogadják a barkós gombafejű urat, és a fényes masztóval díszített, nagyobbágban fészkelődő dajabot hő asszonyok. A táblán valami szöveg olvasható a férfiúi pakultságról és annak a végéről. Az énekes komédiázik, a férjek egyenjogúságát követel és tappolva gondolni kezd. A zenekar előjön a függöny mögül, mennek utána, a lüktető ritmusa kapcsol a közönség. Én már nem tudok kigyörülni, gondolja Éva, amikor a hangosan nevető, rajongó tekintető nézőket veszi sorra a kamerát. A tetszést, az örömet, a felszabadultságot. Egy festett szőke tupírozott hajú asszony
És ez szintén hidrogénezett hajú kontyos lány egészen sokáig látni. Szívből nevetnek. A nő rázza a fejét, ez nem igaz, olvasható le a szájáról. És a lány, aki kiköpött olyan, mint a tupírozott hajú asszony, csak két évtizeddel fiatalabb kiadásban, hirtelen odafordul és puszítal az anyja arcára. Érthetetlenül boldogok. Nevetnek, közben énekelnek ők is, követelik a férje egyenjogúságát. Éva megmered, nem fuldoklik, nem akar feltörni belőle az üvöltés, nem köhög, csak ül, mint az emlék. Keményen, feszes derékkal. Aztán valakkal, erőtlenül, szinte már suttogva kiszakadt belőle. Anya! Juli! Már szaladnak a betűk, vége az ismétlésnek, többet nem mutatják a publikumot. Éva felkapja a távirányítót és benyomja az I betűt. A képernyőn megjelenik a műsor címe, van ilyeté, csak ennyi. Felírja a jegyzet füzetébe, lepattintja a töltőtó kupakját, gondosan a végére teszi a kupakot, hogy a sóúj elbízza a tolszárát, és felírja a címet a sárga alapra. Nem tudja, hogy mit akar ezzel, de ez valahogy segít. Nem lehet elengedni a pillanatot. Hogyan került az anyja és a nővére Pestre egy ilyen pódium kisorra? És ha elutaztak, Juli már láthatóan felnőtt nő. Őt miért nem tették? Csak 5 év volt köztük, már ő is nagykamasz lehetett. Miért csak ketten mentek? És valójában sok ilyen titkos útjuk volt, és akkor mindig így szerették egymást. Ő abban a hitben volt, hogy az anyja nem szereti az érintést. Amikor megsimogatja az ember, behúzza a nyakát, mintha verték volna. És letörli a puszit az arcáról, mint egy gyerek. Hát hogy lehet, hogy amikor kettesben volt a nővérével, ennyire másképpen viselkedett? Belé van a féltékenység, de csak nagyon rövid ideig, utána inkább szomorú. Fáj, hogy kihagyták, hogy nélküle jobban érezték magukat. Mit ártott ő neki? Nem mert kitöltött a sírhoz gondolja, legalább most együtt vagytok, mondja dacosan a tévének, és a földhöz akarja vágni a távirányítót, de a mozdulat közben meggondolja magát. Nem ír amit. Már nincs kire haragudni. Csak magát terheli vele, ha halott emberekkel dacol. Akkor még jobban egyedül lesz. Úgy, ahogy mindig is volt. A tehetség is az ész magányossal tesz, és ő kibírhatatlan kavasz volt, élvezte, hogy ilyen fényes a memóriája, amit egyszer elolvas, azt örökre megjegyzi. Mindig vizsgáztatta, leszkésztette a családot. Utálták. És ezt ő évekig nem vette észre. Amiről még szeretném beszélni, az a MERSZ közéleti dolgokban nyilvánítom. MERSZ publicisztikát írni, MERSZ nyilatkozni. Nagyon sok apolitikus ügy van. Miért MERSZ? Én nekem úgy kell ezen a tüveges munkan anyagkezés, mert én egy konfliktuskerülő alkat vagyok. Tehát én nem szeretem a konfrontációt. Nagyon nehezen én is élem meg. Valahogy ugyanúgy, tehát személyes viszonyként rakódik le bennem. Egyszerűen nem tudom függetleníteni attól, hogy ők nem a barátai, vagy nem a harcos társai. Ennek ellenére szóval én nagyon sok szerencsének köszönhetem azt hiszem azt, hogy egy egész szegény családból ott lehetek ahol. És én ezt nem is győzöm eléggé áldani ezért az egyet, hogy ez nekem sikerült. És hogy látom például az apám kudarcát, aki megpróbált ugyanígy kitörni, aki megpróbált elindulni valamerre és a saját félelmét visszahúzták. És ha ez így van, hogy nekem ilyen gondoskodás adatott, vagy ilyen szerencse világnézet kérdésem, akkor a legkevesebb, hogy mai fiatalt, aki most próbál meg szárnyalni, annak ne hagyjam, vagy ha azt látom, hogy azt akarják hatalomban, vagy hivatalban lévő emberek, hogy ezek a gyerekek elhiggyék, hogy nekik ott a hék, ahová születtek, és ne legyenek álmaink, akkor ezt még ne akarjam, hogy ez így legyen. Mert hogy azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, ami miatt sikerült elindulnom, az volt, hogy senki se szólt, hogy nem szabad. Sőt, engem nem értesítettek arról, hogy szekvárról nem lehet írónak lenni. Azt hittem,
ezért lettem. Most akit értesítenek, hogy nem mehet, az el fogja hinni. Tehát az nem bírja majd. És én ezt, tehát hogy bármennyire is nehéz nekem ezzel foglalkozni, meg bármennyire egyébként kockázatos is, mert egyszerűen ott kezdte fogalmazta ezt most nagyon szépen meg egy interjúban, hogy ugye ha az ember túl sokat foglalkozik fel, akkor elkoptatja magát, ha meg hallgat, akkor rosszul érzi magát a bőrében. Tehát ilyen nem, nagyon nehéz ezzel valamit kezdeni. Mert most például ilyeneket, hogy sok mindenre megkeresnek. Most például, hogy írjam alá a Petőfi Rádióért aggódás petícióját. És akkor a gyerekek, hát én annyi mindenért aggódom, de a Petőfi Rádiót ott tegyem a fene aggódom. Már mindenki nem lehet aggódni. Hát. Én ezeket gondolom komoly dolognak, hogy itt vannak fiatalok, akik merjenek. Hova mentünk? Hol tanítasz? Kovács, amikor tavaly. Ugye tavaly volt? Következőt láttam, nagyon tanulságos dolog volt, és nagyon szép is együtt. A Jangoszban tartottam rendkívül órát, délelőtt. Nagyszerű volt, remek elé. Tényleg. Elint gimnázium. Olyan gyerekekkel, akik intellektuális utalás, ezt a szót használtak a kérdésben. Tanítóként és koromban sem hittem, hogy az nem olyan gimnáziumban. És igazi agytorna volt velük le, és szép volt, és jó volt. És aztán kimentünk egy Barcsa vadász gyerekekhez. Ott meg egy másfajta csoda történt. Mert ugye közösen gondolkodtunk velük, beszélgettünk, mondtam, hogy lehet, hogy mindaz, amiről ők álmodnak, meg amit titokban a kiskockás vizetbe lemernek írni, az ugyanannak az irodalmi hagyománynak a része. Ez nem egy halott ügy, hát ez azt írják tovább. Vége volt, álltak a gyerekek, nem engedtek ki, álltak előttem, mondani akart valamit, ekkora izzó szemmel, nem tudott mit, csak izzott belőle a szeretet, és hogy így lehet, hogy ez olyan, mint a Matrix, hogy azt érezte, hogy van valami. Tehát lenni valaminek ezen a, majdnem mondtam, mint túl, és akkor egy pillanatra megvillan. Jé, van! És ott meg az a csoda volt. És hát a két csoda között fél évek vannak, tudok egy könyvű egyébként, tehát ezt legjobb jelek mondom, nem érősítenik egy sem. De azt egyértelműen mutatta, hogy ez a gyerekek, azok nem, tehát ők mi vagyunk. Tehát a mi összes feszültségünk, távolságaink, ahogy mi élünk, amilyen szép töredezettek vagyunk, ahogy ez az oló szép ér. A gyerekek pont ugyanolyanok, ugyanúgy élnek. És ez valahogy, tehát hogy ha tudsz egy picit szólni, vagy azokhoz, akik, hát azokhoz nem, de hogy legalább a gyerekekhez tudsz szólni, akkor mondjuk az akkor kutya kötelessége. És ez, ha ez közéleti, akkor ezt nevezünk közéletinek, az a baj most már még ez a szó is kezd el használódni, mert ugye a politikát azt már leengedtük végesleg a lefolyón, tehát annak már vége van, politikai gondolkodás, de most már még ez is kezd el használódni, tehát nem is tudom, hogy mi ez a, hogy amikor magunkról, mint állampolgárról, meg polgárról, meg emberről gondolkodunk, az mi. De hogy ez számomra valahogy ilyen, nem tudom, pedig annyival, tehát ezt nagyon jól tudod, nem foglalkozni vele sokkal, mert sokkal kifizetődőbb. Gondolkodjanak, hogy mi legyen a következő kérdés. Még egy pár percünk talán van. Bólogatás volt a válasz. Egy ilyen nagyon újságírós levezető kérdést fölteszek, hogy tehát akkor mi lesz a következő könyv, hogy a kedvenc szín, vagy valami. Igen. Van most egy következő munka a folyamatban, amit nagyon élveztem, és nagyon érdekes volt csinálni. A Víg Színházból megkerestek, illetve konkrétan nem a Víg Színházból kerestek, hanem a Tés Lászlón keresett meg, nem mindegy, hogy az az álma neki, akár 20 éve, hogy csinál egy zenés darabot. Vagy ahogy Lánkori nevén ezt nevezték musicalt, a Palucé fiúkból. És hogy lenne egy kedvem színpadra alkalmazni, meg megírni a szövegkönyvet, ami egy gyönyörű feladat, nagyon sokan próbálták már, eddig szinte mindig megbukott. Ennek az az oka, hogy Molnár, aki a legjobb színpadi gondolkodó és világhírű színpadi szerzőnk,
írt egy olyan regény szemüvegét, egy olyan vagy film szemű dramaturgiát, ami egyszerűen tökéletesen erre választ vannak. De ő nem is az a számára, tehát ezzel nincs gond. Viszont van egy nagyszerű, gyönyörű anyag, tényleg gyönyörű, amiben minden hamisság, farsan nélkül lehet a hazaszeretetről beszélni. Hát ugye abban, hogy életünket kell áldozni a hazáért. Ez mekkora dolog. Hűségről, barátságról, szeretetről. Hát, mindezt úgy, hogy közben ott van az a csodálatos ironia és humor, hogy ezek a gyerekek folyamatosan azt a nyelvet használják, amit a szüleiktől hallottak, kicsit majmolják őket, egy kicsit belefeledkeznek abban, ahogy működik, és hát ugye frakcióznak, mindenféle választmányi ülést hívnak össze állandóan, és hát nagyon édesek. Hogy ez milyen szép kihívás, hogy ennek a nyelvét, meg szeretetét megőrizni, közben annak az egészet is a színpadra föltenni, ráadásul a Vigyére. Most ugye a Vigy most 120 éves, és a Molnár Ferenc az házi szerzője volt, természetesen a Vigyáznak. Nagyon irigyelt egyetem Olic egyébként, nagyon utálta, hogy mennyivel töltött keresni. És egyébként Molnár tényleg jutott, és nagyon jól keresett, tehát hogy a többiek felfogott az állója, meg nagyon ment. Szegény Moritz a főván térhetni volt. Igen, nem mondom, hogy volt, csak hát a színésznő feleségbe jött, tehát sosem is segít, tehát hogy azért az nem van. És akkor mondtam, hogy jól lássunk hozzá, és próbáljuk meg. Nagyon, tényleg nagyon szép és érdekes munka lehet, és a ősszel lesz a premier, de volt három próba, vagy ilyen munka premier. Ugye ekkora produkcióknál már ez bevett dolog, hogy tesztközönségnek megmutatják, hogy működik, vagy mi működik. Hát képzeljék el, hát nekem őrületesen tanulságos volt, amikor szegény nemecsek megfőzik, és utána ott helytár magáért, akkor azt mondja, hogy szó szerint így van a regényből, hát azért igyekeztem a regényhez hűvenni, tehát amit lehetett, azt meghagytam belőle, hogy azt mondja Ács Feri, tetszik nekem ez a fiú. Hiszen ez egy stab gyerek, aki bátor és kiáll magáért. Ott volt a kamasz, ez a kamasz előadáson, ha tetszik nekem ez a fiú, a pokoli rögés. Hát nem igaz, hogy ezt úgy értik, hogy úgy tetszik, de hát nem mondom. Nem állunk föl, hogy akkor én most elmondtam a gyerekek, hogy ez nem azt jelenti, akkor így változtatni kell. Hát, hogy egyszerűen mondjuk nagyon sok és nagyon sok tanulságos út volt, hát rettegtem, 1200 ember férve. Hihetetlen volt a színen. És az első bemutatón alsós gyerekek. Na most az első felvonás 1 óra 20 perc, hát nem kell mondani a szülőknek sem, meg a fiataloknak sem. 1 óra 20 perc, egy alsós gyerek, ha az Isten van a színpadon, akkor is hát bejöttem, hát neki fel. Közvetlen mellettem ült egy kislány, nézettem föl, lehajtotta a széttámlát, és a lába megyett túl a széttámlán. Na mondom, ez jó lesz, hát mondom, látni is, hogy mit fogja szegélyen. És nagyon szerették. Ők mondjuk fölpattantak, tehát ha futott a szerepel, akkor futottak. Nagyon tanulságos volt, ezt is látni, hogy ők ugye szurkolnak meg, kiabálnak, mondják valamikét, A felsősöktől még jobban rettegtem, mert ott meg ugye az a alapvetés, hogy hát azért megyünk színházba, hogy a cégből a Csárinak imponáljunk. Egyébként a színpadon is történik valami, az rohadt irritáló. És akkor... Hát ők meg sírtak. És az vannak, amikor ültem. És a legszebb volt, hogy a pedagógus napi meglepetés is volt, 1200 fáradt pedagógus megnézette idégén. Hát azért még az napok, hogy nem? Tehát tényleg fáradt a szemény. Direkt úgy ültem, hogy lássak. És az annyira szép, hogy a nők azok nem szépeik, tehát ők sírtak rendesen. És akkor látom a férfiakat, ahogy nem. Már mindenki nem sír. És akkor folyik, nem törli meg. Csökök. Akkor sem törli meg. Imádtam. Tehát egy nagyon-nagyon szép dolog. Azért tanulságos nekem prózaírónak ez, mert ugye nekem nincsenek direkt visszajelzéseink. Tehát hogy egyszerűen én ezt nem látom, hogy az én prózámat befogadva ez hogy működik. Hogy ugye nincsenek, illetve most ami számomra nagyon üdítő, és akkor ezzel le is kanyarítom az utolsó válaszom, hogy vannak ilyen olvasói közösségek, mint amilyen például a Moly.hu is, ahol emberek egymással vitatkozva mondják a magukét, ha van kedvük, nézzék meg, hogy mit írnak a jelenetváról, egészen komoly vita alakult ki, azt kell mondjam, hogy
érdemi, okos, teljesen rendben van. Tehát, hogy, hogy ott egy kicsit lehet valamit visszakapni, és ezt nagyon köszönöm. Első kérdés. Ha van, nyugodtan. De nem indult. Bennem soha. De azért most látom a magam. Ennyire tökéletes. Várjunk még egy kicsit látom. Szép mosoly. Kifeleltessünk. Vissza. Mink a pálucaiból akkor kezdjük el kivélelni. Thank you.
azt gondolom, hogy a cím is utána világosodott meg, szóval nekem nem egyértelmű az, hogy csak azért ez a cím, mert az utolsó történetnek is. És nem is így van. De első olvasásra azért voltam, hanem hogy talán azért is, mert itt a szereplő az olvasó előtt bizonyos értelemben jelmezben vannak, legalábbis első körülbelül az első olvasásra, és nem velünk. Tehát ha nem figyel az olvasó, és nem lehet mindenre figyelni egy olvasásra, mert egyébként a stílus is annyira magával ragadó, hogy időként azért nem tudtam a történetet figyelni, mert olyan jó volt olvasni a stílus miatt. Tehát. Szóval, hogy mindenki valamilyen jelmezt visel ebben a történetben, és azért, hogy el van bújva, hogy mondjam valami mögé, valamilyen történet mögé, vagy a bújnak, és ezért sem másodjára a szerepelni ezeket a jelen alatti dolgokat a szereplőkről. Szóval nagyon jó. Köszönjük szépen, nagyon jó esik. Azért azt gondolom, hogy ha valakinek úgy van eleje, meg kedve, hogy és nem áll össze, az se baj. Tehát ugye ez sem borzalmas ügy. Nekem egyébként elég sok előképen volt, a közeljük, nem olyan nagyon régen volt Tóth Krisztinának a Pixel című munkája, az például hatott rám nagyon erősen. Tehát, és az egy nagyon izgalmas és nagyon jó könyv szerintem, és abban is hasonló módon szövődnek össze a dolgok, de Kisoktó Szövetek című, sajnos kevésbé ismert, de nagyszerű regényel, szintén hasonló technikával építkezik. Hát azért ez van. Én örülök, ha ez érdemes, vagy hogy működhet, hogy elindítem. Igen. Tessék. Akkor egy utolsó kérdés. Ez is egy tökéletes. Tökéletes olvasat. Tudom, mit akartam mondani, mert a eszembe jutott, hogy én azt szerettem volna, tehát hogy most én tényleg valóban is örülök, hogy itt van, szerettem volna meglepni az olvasókat. Tehát szerettem volna, ha nem erősödik bennük az az érzés, hogy ha egy Krecsót olvastam, mindet olvastam. Mert az ugye az én ismeret én ilyet műveket, és azt mondom, hogy a szomorú rágokat megkövetkező, úgymond már még megnyitott egy rágó gumit. Hogy akkor ebben persze ilyenkor mindig elég nagy a kockázat, mert az olvasó azt reméli, hogy olyan lesz, mint amit megszokott, és arra vár. És ha kap egy kizökkentést, akkor nem biztos, hogy mindig örül neki, de hosszú távon meg azt gondolom, hogy ez a becsületes és tisztességes. Vagy szóval, hogy akkor dolgozzuk meg együtt, az ugye, ha pedig. De akkor azt hallom, hogy... Mivel még lehet dedikáltatni is, és 20%-os kedvezménnyel lehet kapni a könyvet, úgyhogy... És oda tudom a dedikálásokat? Itt. Itt? Itt? Hallottatok? Ebben lehet hozni. Akkor ez is nem lehet.